Idén is átadták a rászorulókat képviselő szervezetek részére a kedvezményes árú színházbérleteket. A Széne Egyesület a családokért az akció kezdete óta minden évadban részesül a kedvezményben. Mint az Egyesület elnöke, Bálesnyi Elekes Rita mondja, tagjaik közül 80 fő tud ennek köszönhetően színházi előadásokon részt venni. Már nagyon várták a családok, mert nagyon sok telefont kaptunk, hogy mi lesz a színház bérlettel, és nagyon örülünk neki, hogy most idén is kaphatnak a családok. Sajnos egyre rosszabb helyzetben vannak, úgyhogy még kevesebbet tudnak ilyen kulturális programokra szállni, úgyhogy ez tényleg egy nagyon fontos dolog. Ebben az évben két új szervezet is részese lett az akciónak. A Lárke és a City Szociális Egyesület tagjai is kaptak bérletet. Az intézmény nyitott és figyelmes, így szeretnének hozzájárulni a rászorulók kikapcsolódási lehetőségeihez, mondja Quintus Konrád, a Vörösmarty Színház megbízott igazgató helyettese. Figyelmesek gondoljuk magunkat az irányba is, hogy vannak olyanok, akik esetleg anyagi lehetőségük hiány nem tudnak eljönni hozzánk, nem tudnak minket megnézni, ő rajtuk próbáltunk segíteni a Tália tenyerén elnevezésű bérlettel. Rászorulóknak próbáljuk ezeket a bérleteket odaadni, nagyon kedvezményes áron, és ehhez kértünk szervezeteket, hogy segítsenek nekünk abban, hogy megfelelő helyre jussanak ezek a bérletek. A Tália tenyerén bérlettel 5 előadást tekinthetnek meg ebben az évadban a rászorulók. Ezek az Óza nagy varázsló, a Finito, a Vihar, a Testőr és az Anna Karenina.